God bless you. Isten áldjon benneteket. Jó reggelt. Sziasztok. Good morning. Hi. Ez itt egy bevezető. This is an introduction. És csak nagy kiváltság itt lenni. And it's an amazing privilege to be here. Még ilyen reszkető lábakkal is. Even with such trembling feet. És szívvel. And heart. De imádkozzunk. But let's pray. Drága Urunk, csak köszönjük neked. Dear Lord, thank you. Hogy közösségben lehetünk veled. That we can be in fellowship with you. Hogy ismerhetünk téged. That we can know you. Tudhatjuk, hogy mi a terved. We can know what your plan is. Hogy hogyan gondolkodsz rólunk. How you think about us. Tudhatjuk, hogy szeretsz bennünket. We can know that you love us. És hogy ezt leleplezted előttünk. And you showed it to us. És köszönjük a fiadat. And thank you for your son. Krisztust, aki ezt abszolút bemutatta nekünk. Christ who showed it to us. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ő a miénk. So perfectly, and thank you that we can know that he is ours. És kérünk, hogy áld meg ezt a gondolatot. And we ask you to bless this thought. Jézus Krisztus nevében, amen. In Jesus name, amen. Okay. Zsoltárok 16-ban. So in Psalm 16. 7. vers. Verse 7. Azt mondja, hogy áldom az Urat, aki tanácsot adott nekem, még éjjel is oktatnak engem az én veséim. I will bless the Lord who hath given me counsel, my reins also instruct me in the night seasons. És azt mondja, hogy ez az, amit mindjárt elmutatunk. And I think this is something we can all say. Hogy áldom az Urat, aki tanácsot adott nekem. That I bless the Lord who gave me counsel. Mert ha nem így történt volna, akkor most nem lennénk itt. Because if it hadn't happened this way, we would not have been here, wouldn't be here now. És most már azt így látjuk azért, hogy mekkora szükségünk van az ő tanácsaira. We see now how much we need his counsels. De 5 Mózes 30:19-ben. But in Deuteronomy 30:19. Azt mondja, hogy elébetek adtam az életet és a halált. It says that I gave before you life and death. Válasszátok azért az életet. Choose then life. Hogy élhess mind te, mind a te magod. That both you and your seed may live. És itt van ez a vers, ami azt mondja, hogy van egy választásunk. And this verse tells us that there is a choice we have to make. Van egy döntésünk. There's a decision we need to make. Az életet vagy a halált válasszuk. If we choose life or death. De nem egy olyan módon. But not in a way. Ez egy ilyen vagy bejön, vagy nem. That it may happen or may not. Nem olyan, hogy itt van két dolog. It's not that there are two things here. És hogy az egyiket húzod. And if you pick one. Akkor lehet, hogy szerencséd van. Then you may be lucky. Lehet, hogy nem. But you may not be de lucky. De majd próbálkozz, és akkor but just try, and lehet, you will see. Sikerül. Maybe next time it happens. Hanem amikor az életről és a halálról beszél. But when it speaks about life and death. Akkor azt Isten egy olyan módon tanítja meg. Then God teaches it in such a way. Hogy megengedi, hogy meglássuk, hogy honnan jön az élet és honnan jön a halál. That he allows us to see where life and where death is coming from. És itt van szükségünk Istennek a tanácsára. And this is where we need the counsel of God. Mert ha nem, akkor honnan tudnánk, hogy az életet vagy a halált azt hogyan jön felénk, hogyan válasszuk? Because without it, how could we know how to choose life or death? Róma 8:6. Romans 8 verse 6. Egy picit így beleenged ebbe, megmutatja egy picit. Gives a little insight to this. És azt mondja, hogy a testnek gondolata a halál. For to be carnally minded is death. A szellem gondolata pedig élet és békesség. But to be spiritually minded is life and peace. És ez egy olyan működő elv. And this is such a working principle. Amit mindjárt meg kell, hogy tanuljunk. That we all need to learn. De hogyan fogjuk ezt megtanulni? But how are we gonna learn it? Csak azáltal, hogy halljuk. Only by hearing it. Vagy olvassuk. Or reading about it.
a saját személyes életünkben. We experience it in our own personal life. És van a 2 Királyok 4-ben. And then in 2 Kings 4. Egy történet. We find a story. A 38. verstől. From verse 38. Ott van Elizeus. There is Elisha. És a szolgája. And his servant. És azt látjuk, hogy Elizeus az az ember. And we see that Elisha is the man. Akinek az életében ez már működik. In whose life it's already working in. Ő az, aki már megértette ezt, hogy honnan jön a halál és honnan az élet. He already understood where death and where life is coming from. És amikor a szolgai ránéz. And when his servant looks at him. És így látja azt az életet. And sees that life. Akkor az tetszik. Then he likes it. Hogyha az előző fejezeteket megnézzük, but if we look at the chapters before, akkor látjuk, hogy Elizeus hihetetlen módon csak mutatta ezt a Istennel való életet. We see how such an unbelievable way Elisha was showing or revealing this divine life. És ez nagyon tetszetős volt. And it was really pleasing. Föltűnt a szolgának is. And the servant also. És valószínűleg vágyott is rá a szívében. Probably he also desired that in his heart. De nem volt, fogalma se volt arról, hogy ez honnan jön. But he had no idea where it came from. És azt hiszem, hogy ismerős ez nekünk. And I think we are kind of acquainted with that. Mert mindannyiunknak az életében volt valaki. Because in all of our lives there was somebody. Akinek így láttuk az életét. Whose life we saw. És azt mondtuk, hogy igen, ez tetszik nekem. And we said yes, I like that. De gőzöm nem volt, hogy ez honnan van. But we didn't have a clue where it came from. És ha csak annyit mondott volna, hogy hát ez az élet. And if he only had said, well, that's life. Avval az én életemben még valószínűleg nem történt volna semmi. Probably in my life nothing would have happened because of that. Úgyhogy meg kellett, hogy történjen a mi életünkben is ugyanaz, ami itt a szolgának az életében. So the same thing had to happen in our lives as well as what happened here in the life of this servant. És csak nagyon röviden itt arról szól a történet, hogy Elizeus megkéri a szolgát, hogy and just briefly the story is that Elisha asked his servant menjen és hozzon valamit, amiből lehet csinálni valami főzeléket, mert hogy mindenki éhes, a proféták fiai. To go and bring something from which they can make a stew because everybody was hungry. És azt gondolom, hogy ezt a részét még meg is értette a szolga. Probably this part the servant understood. Mert hogy utána azt olvasjuk, hogy kiment azért a mezőre, hogy parét szedjen. Because we read that he went out into the field to gather herbs. Körülbelül eddig megvolt a fókusz. So this far he had his focus. De utána azt olvasjuk, hogy és holmi vad indákra találván teleszedi az ő ruháját. But then we read that and found a wild vine and gathered thereof wild gourds. És nem olvasom föl, de tudjátok azt, hogy amit vitt, arról nem tudta, hogy mi az. And you know that like what he took there, he didn't know what it was. És aztán, amikor megfőzte. And then when he cooked it. És elkezdték enni. And they started eating it. Akkor eszméltek rá, hogy halál van a fazékban. Then they realized that there is death in the pot. És csak annyira tetszik, ahogy Elizeus ezt az egészet lereagálta. And I just love it how Elisha reacted to this whole thing. Mert így nem kérte számon a szolgát. Because he didn't I mean, he wasn't mad at the servant. Hanem egyszerűen csak mondta, hogy hozzatok lisztet. He just said, bring meal. És ez mit mutat? Az, hogy tényleg Elizeus ismerte, hogy honnan jön az élet. And it shows us that Elisha knew where life was coming from. Nem azt mondta, hogy hozzatok egy új edényt. He didn't say, bring a new pot. Gyorsan főzünk valami mást. Quickly we cook something else. Hanem csak azt mondta, hogy egy hozzatok lisztet. He just said, bring some meal. És mi a liszt? And what is meal? Azt tudjuk, hogy ez Krisztusnak az élete. We know it's the life of Christ. Ez Isten élete. This is the life of God. És hogy amikor látta ezt a szolga. And when the servant saw this. És a többiek is persze. And of course all the others. Akkor meg tudták enni. Then they were able to eat it. És egyet tudtatok érteni azzal, hogy nem volt már semmi rossz a fazékban. And they could agree with that there was no more harm in the pot.
És mindjárt megtapasztaljuk ezt. And we all experience this. És ez egy hihetetlen felfedezés számunkra. And it's an amazing revelation for us. Nagy öröm. Great joy. Nincs már rossz a fazékban. There is no harm in the pot. És ez így megértem, amikor ránézek valakire. And this is how I understand when I look at somebody. Tudom, honnan jön az élet. I can say. De vele együtt tudom most már, hogy honnan jön a halál is. I know how their life is, but also together with them I can also say where death is coming from. Úgyhogy tehát még egyszer a test gondolata. So again, the mind of the flesh. A halál. And to be carnally minded is death. A szellemi pedig élet és békesség. To be spiritually minded is life and peace. Úgyhogy szükségünk van tényleg Istennek a tanácsára. So we really need the counsel of God. Mert hogy ez az az élet, amire szükségünk van. Because this is the life we need. De ez nem olyan, hogy most vagy bejön, vagy nem. But it's not like maybe it happens, maybe not. Hanem az én döntésem. But it's my decision. Hogy melyiket választom. Which one I choose. És Isten azt mondja, hogy én elébetek adom mind a kettőt. And God says, I put before you both. És ez nem csak annyi, hogy itt van két dolog. And it's not just that there are two things here. Hanem azt is elébed adom, amin keresztül ez működik. But I also give before you the things through which it works. És most, hogy láttad már. And now that you saw it. Most válasz. Now choose. Úgyhogy ezek után csak bezárva az a verset, tényleg Zsoltárok 16-ban. So in closing, hogy azt mondjuk, the verse in Psalm 16, hogy áldom az Urat tényleg. We say I really bless the Lord. Mert ő tanácsot adott nekem. Because he has given me counsel. És a legfontosabb dologról. About the most important thing. Hogy hogyan lehet olyan életem. How I can have such a life. Mint ami neki van. That he had. És hát erre vágyunk. And this is what we desire. Amen. Amen. Golgotán, ott állt a kereszt, az éle szállt, a kárpit megrepett. Bűneink terhét hordja, Jézus, Isten fia. Golgotán még áll a kereszt, jöjj te is, hisz Isten téged is szeret. Bűneid ő elhordja, s vérével tisztára mosmos. Bűneink ő hordja, Jézus, Isten fia. Szervusztok, jó reggelt! Good morning!
Egy különleges lehetőség áll rendelkezésünkre ebben az évben. There is a special opportunity available for us this year. A magyar állam lehetővé tette, hogy adónknak 2-1%-ára rendelkezhetünk. Hungarian state made it possible that we can make a decision about twice 1% of our taxes. És ennek a beadási határideje május 20-a. And the deadline for that is the 20th of May. Kérlek benneteket, hogy ne felejtsétek el. So please don't forget about it. Ez egy olyan lehetőség a felajánlásra, ami nem kerül semmibe. This is an opportunity to give an offering which costs you nothing. Csak egyszerűen figyelni kell rá. You just have to pay some attention. Úgyhogy kérlek, hogy rendelkezzetek az adótok 2-1%-áról. So please decide about this 2% of your taxes. Részletes papír van a hátsó asztalokon, lehet bőle vinni. There is a paper with detailed information on the back table. És hogyha esetleg leadtad már adóbevallásodat. And if you have already given in your tax papers. És elfelejtettél rendelkezni róla, akkor meg tehát utólag is nem kell. And you nem egyszerre kell szükségszerűen leadni. You forgot about it, then you can do it even afterwards. You don't have to send them in at the same time. És ennek a módjáról is van egy leírás itt a papíron. And you can read about this too on the paper. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy nézzétek meg hátsó asztalon. Please check it out. Drága mennyi atyám, kérünk téged, hogy áld meg a felajánlást most. Dear Heavenly Father, we ask you to bless the offering now. Kérlek atyám, hogy vezess minket. Father, ask you to lead us. Adj nekünk adakozó szívet, Uram. Give us a giving heart. Áld meg kérlek adakozásunkat. Give our giving, I mean bless our giving. És kérlek, hogy csak taníts minket te szíved szerint látni és adni minden területén az életünkben. And please teach us to see according to your heart in every area of our life. Köszönjük, Urunk, Krisztus nevében. Thank you, Lord, in Christ's name. Amen. Amen. Such a natural thing. And so I testify His mercy and love. Glorify my Heavenly Father above. Just one thing that I'm sure of. I was born, you were born. Everything was made to worship Him. Just to worship Him. I used to wonder, so many questions like, is it really possible? Until my Jesus came into my heart of hearts, that's a miracle. And so I testify of His mercy and love. Glorify my Heavenly Father above. Just one thing that I'm sure of. I was born, you were born, everything was made to worship Him. Just to worship Him. There is nothing that compares to our God, or the power of His mighty name. His mighty name. From the earth until the end of the stars, and forever His kingdom will reign. Mercy and love. Glorify my Heavenly Father above. Just one thing that I'm sure of. I was born, you were born. I was born, you were born. That's right. I was born, you were born. Everything was meant to worship Him. Just to worship Him. I was born to worship Him.
Van bevonuló zeném is, látját? I have entrance music too. Okay. Szóval, köszöntjük a vendégeinket, még egyszer öröm, hogy eljöttetek. So I'd like to welcome our guests again. It's really a joy that you came. És hiszem a legtávolabbról jött a vendégünk, az Silvius, aki ott van. Krakóból ide kellett jönni, hogy gyülekezetbe jöjjön. Yes, coming from furthest away, Silvius, yeah. Ukraine from Krakow. Úgyhogy most van először, azt hiszem, az Isten tiszteletünkön. And I think he's here for the first time in our service. Azt hiszem, bármelyik Isten tiszteletünkön igazából. With any of our services, actually. De nem olyan nagy csoda. Ha jól emlékszem, anyukám először Baltimore-ban volt Isten tiszteletünkön, nem? If I remember well, my mom attended a service in Baltimore for the first time. Úgyhogy nem olyan nagy csoda. So it's not such a great miracle. De nagy öröm, hogy együtt vagyunk megint. But it's a great joy that we are together again. Gratulálok, hogy nem féltetek az esőtől, hogy elolvadtok benne. Congratulations that you weren't afraid of the rain, that maybe you melt in it or something. Úgyhogy nagyszerű, hogy itt vagyunk, és so it's great that we are here. Nagyszerű hétvégénk volt. And we had a great weekend. Eddig is. So far also. Nagyszerű hírek Szolnokról. Great news from Szolnok. Pastor Barry mesélte, hogy egy óra alatt négyen imádkoztak velük. Pastor Barry said that within an hour four people prayed with them. Kitaláltuk, hogy leköltöznek, és egy hétre, és akkor 168x4 lesz egy egész gyülekezetük. So we had this idea that they moved there for a week, and then like 168 times 4, it's like kind of like a whole church. Aztán Kecskeméten Balogh-Szabival, meg Balogh-Szabi and Bart Andris. Akik mind a ketten visszacsúsznak ma reggel, ha jól Both látom. Both of them are backsliding this morning. Andris itt van. No, Andris is here. Oh, I'm sorry, I'm Szabi sorry. Meg végre elvitte a feleségét arra, amit megígért neki, úgyhogy most ez rendben and van. Szabi finally took his wife where he promised her to take her. Fehérvár nagyszerű so volt. Right. And then Fehérvár was amazing also. Dávid Zsolti mesélte, hogy nagyszerű volt a Blahán az evangelizáció. Dávid Zsolti said that the evangelism at Blaha was amazing. Aztán van egy csoport Pakson, Pásztor Atit támogatni. And then there's a team most, in Paks, supporting Pásztor Ati. Pásztor Ati, ilyen drága és bölcsembere Istennek, csak nagyon hálásak vagyunk érte. Precious and wise man of God, he is. Micsoda üzenet really volt szerdán, nem? What a message we heard on Wednesday when he ministered. Volt. It was so edifying. Ah, good to see you, Isaac. Hey. És, ja, és tegnap. Then yesterday. Tényleg tegnap. Really? Tényleg tegnap. Micsoda vacsoránk volt. What a dinner we had. Nagyon hálásak vagyunk Mickey Báért, mindenkiért, really aki segített. For Mickey Bá and everybody else who helped. Nagyszerű volt. It was amazing. És a program, and the a gyerekek, program, the kids. Igazából a felszolgálók, akik szintén a Káriszos gyerekek voltak. And also the waiters who were the kids from Káris. És aztán az árverés. And then. Hihetetlen, hogy mi történt. It was unbelievable what happened. És csak annyira hálásak vagyunk tényleg. And we are just so az iskoláért, for the school, az iskolának, to the school, azoknak, akik az iskolában to dolgoznak. Those who work there. És csak annyira nagyszerű ez. And it's so amazing. Emlékeztek tavaly, amikor beszélgettünk így a gyülekezetben arról, hogy menjünk-e tovább a Kárisszal? Do you remember last year when we spoke about if we should go on with Káris? Volt ez a nagyon jó kérdés, hogy oké, eldöntjük, hogy tovább megyünk, de miből? Ha jól emlékszem, te voltál az. Then there was this great question that okay, we decide we go on, but
What are the finances for that? És az igazság az, hogy mi az előjárók nem tudtunk egy nagy rakás pénzre mutatni valamelyik sarokban, hogy hát abból. And the truth is that as the elders we couldn't really point to a big heap of money somewhere in a corner that this is how we can do it. De így hitből azt mondtuk, az előjár és a gyülekezet együtt azt mondtuk. We said the elders and the church together that we go on. Holott tudtuk, hogy augusztusban már be kellett volna csődülnünk. Though we knew that in August és ez azért csodálatos volt, tényleg elképesztő just volt. És sokan nagyon, nagyon hálás vagyok azért, ahogy adtatok. And this year was amazing, nagyon hűségesek really voltatok, a szülők is gave, adták a hozzájárulásukat. Aztán voltak emberek, akik kívülről adtak. Még a magyar állam is úgy döntött, hogy visszaad nekünk némi pénzt, amivel tartozik. Az 1%-ok sokat jelentettek, a felajánlások sokat jelentettek, és még nincs vége az iskola évnek, de olyan hálások vagyunk, mert igazán egy csodát láttunk ebben az évben. És aztán ugyanígy megyünk neki a következő tanévnek is, a Kárisszal. Nagy hittel és kicsi pénzzel. És igazán azt várjuk, hogy Isten megint gondoskodni fog, kérjük az imáitokat, kérjük az imáitokat, a segítségeteket, a szereteteteket, azt, hogy beszéljetek róla, hogy bátorítsatok embereket, hogy támogassák ezt. Mint tegnap este igazából, itt voltunk ezen a vacsorán, és sok vendégünk volt, és az igazán azért volt, mert meghívtatok embereket, és köszönjük ezt, és nagyon profi volt az este. Én meghívtam, azt mondta, hogy hát nem gondoltam volna, hogy ilyen nagyszerű lesz, hogy ilyen profi lesz. Csak annyira hálásak vagyunk Erikának, Jakoritának, Pastor Attinak, Gyöngyinek és a tanároknak, tényleg, és Istennek így az egészért. Ja. Tudjátok, miről beszélek? Okay. Jó, nem vagytok. Csak olyan nagyon örültök, azért kérdezem, olyan nagy. Because you were just so much rejoicing, that's why I was asking. Csendesebben visszafogottam. You should be more quiet and hold back a little bit because it's just too much. Aztán pénteken volt egy nagyszerű házról házra biblia tanulmányunk. Nagyon Friday, építő volt. We had a great Bible study, house to house Bible study. It was gyógyulás very a keserűségből, arról szólt az üzenet. The message was about healing from bitterness. És ez egy jó üzenet volt, én is akkor hallottam először. And it was a good message. This is the first megtörténik. Time I heard it, which happens many times. És aztán annyira hálásak vagyunk a testvéreinkért, Jászfényszarún és Gombán, ahova Pásztor Bembegúz jár. Brothers in Jászfényszarún and in Gomba, where és tényleg annyi minden történik. And really so many things are happening. Hálásak vagyunk, amen. And we are just so thankful, amen. Isten dolgozik tényleg ebben az országban, Isten használ bennünket, Isten használ téged, az imáidat, a szavaidat, amikor adsz a felajánlásba, amikor itt vagy, amikor közösségben vagyunk, amikor kérdezel a reppen valamit, Isten használ téged ebben a munkában, és hálásak vagyunk, hogy együtt lehetünk ebben. We are just thankful that we can be together. Okay, van egy üzenetem is. And I also have a message. Igazán így vasárnap reggelente, most már elég régen, de átnézünk bibliai könyveket. For a while now we've been looking through books of the Bible. Tudjátok-e, hol van a Joel könyve? Do you know where the book of Joel is? Ikor jön a válasz, hogy a Bibliában. Well, then the answer comes like in the Bible. Ha valaki nagyon profi, azt mondja az Ószövetségben. Somebody is very professional, they say in the Old Testament. Valaki járt Biblia iskolába, azt mondja, a kis proféták között valahol. If somebody went to Bible school, they say, well, it's somewhere among the minor prophets. És azt hiszem, valahol nézzük csak Hóseás és Ámos. Ha Hóseás meg Ámos látod, akkor közöttük van. And if you find Hosea and Amos, well, Joel. Kérlek, hogy lapozzatok oda. So please turn there. És remélem, ezzel nem megy el az egész istentisztelet. And I hope it won't be the whole service when you're doing that. Ha ugyanilyen Károlid van, akkor 854. oldalon van. If you have the same kind of Hungarian translation, but it doesn't work. Mit? Előbb is mondhattam volna, jó? Igen. Okay. Should have said it before.
Okay, Joel könyve egy nagyszerű könyv. So the book három of Joel fejezet. Is an amazing book. It's three chapters. Igazán rövid, de really van egy short. Hiszem, hogy Istennek van egy nagyszerű üzenete a számunkra. I believe God has ebből. A great message for us from it. Nem tudjuk biztosan, hogy mikor írta, mikor élt. We don't know for sure when he lived, when he wrote this. Talán olyan 800 és 900 között Krisztus előtt. Probably 800-900 BC. De igazából az üzenete but the message nem egy konkrét időre szólt, úgyhogy nem számít annyira. Wasn't really for a definite time, so it doesn't really matter. Úgyhogy imádkozzunk so akkor. Let's pray. Mennyei Atyánk, Heavenly Father, kérünk téged, we ask you, add meg ezt a pár gondolatot, te igédből, te igédről. Kérünk, Urunk, you, Lord, hogy hozzád találjunk. Kérünk, Urunk, hogy szolgálj you. Felénk. Please, kérünk, Urunk, hogy találd meg a szívünket ott, ahol van. Please, touch our hearts, wherever it is. És imádkozunk, Urunk, hogy szolgálj felénk. And Lord, we pray that you would kérjük a te áldásodat, us. A te kenetedet. We ask for your blessing, for your anointing. Együtt, together, egy gyülekezetként, as a church, tőled várva. Expecting from köszönjük, you. Amit hallottunk. Thank you for bátorítást. What we have heard, the encouragement. Adj nekünk figyelmet. Please give us attention. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. 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 Ez a háttere a könyvnek, a háttere ennek a, ennek a pár fejezetnek, az, hogy volt egy sáskajárás Júdában, és elpusztították igazán az országot. Ez egy nagy csapás volt. Olvashatunk erről, nézzük együtt az első fejezetben sokat. Negyedik vers. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. That which the palmer worm had left had the locust eaten, and that which the locust had left had the canker worm eaten, and that which the canker worm had left had the caterpillar eaten. És teljes pusztulás. So total destruction. Azt mondja, a hetedik vers, pusztává tette szőlőmet, összetörte fügefáimat, mezítelenre hántotta és széjjel hányta, fehérlenek annak ágai. He has laid my vine waste and barked my fig tree. He has made it clear bare and cast it away, the branches thereof are made white. Aztán 12. vers, elszáradt a szőlőtől, a fügefa elhervadt, a gránátfa, datoljafa, az almafa, a mezőnek minden gyümölcsfája kiaszott, bizony kiszáradott az öröm az emberek közül. Verse 12, the vine is dried up and the fig tree languished, the pomegranate tree, the palm tree also and the apple tree, even all the trees of the field are withered, because joy is withered away from the sons of man. És aztán még egy vers, and one more verse, 18. Verse 18, mint nyög a barom, megháborodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, bűnhődnek még a junyájak is. How do the beasts groan? The herds of cattle are perplexed because they have no pasture. Yeah, the flocks of sheep are made desolate. És a helyzet az szörnyű, amit leír. So the situation he describes is teljes terrible. Teljes pusztulás. Total destruction. Nincsen semmi. There's nothing nem marad left. Semmi. Nothing nincsenek was left. Források. There are no nem lehet mire sources. Támaszkodni. There is nothing nem they lehet can azt lean mondani, on. Amit they általában. Cannot say what we usually say. Ó, rendben, a termés ebben rossz volt, de abban azért rendben van. Okay, ez a termés. Or these crops were bad, gyümölcsök rosszak lettek, de a búza rendben good. Van. Maybe the fruit are bad, but the wheat is all right. Hanem semmi nincs. But nothing amikor is nincs left. Sehova támaszkodni. And there is nothing you can lean on. Amikor nincs semmire alapozni, amikor nem lehet azt mondani, hogy hát lehet, hogy ez nem jött össze, de még mindig van másik lehetőség. Then you cannot say that maybe this didn't happen, but there is this other opportunity. Ez szörnyű. Still. És and it's terrible. Nagy csapás van Izraelen, és ennek megvan az oka. A great plague on Israel, and it has a reason. Isten fenyíti őket. God is chastising them. De but ennek a könyvnek az üzenete az csodálatos. The message of this book is amazing. És igazán csodálatos az üzenet, amiről beszélünk really, minden alkalommal, amikor összejövünk. Talking about is amazing. Every time when we gather together. És ebben a kis könyvben látunk book, valami csodásat. We can see something hogy Joel. Wonderful that Joel látta ezt a csapást, látta ezt a szörnyűséget, és mit csinált? Nem depressziós lett, he didn't become depressed. Nem lett öngyilkos,
nem adta fel, nem költözött el Kínába, vagy Amerikába, vagy Skandináviába, vagy valahova máshova, hanem a szívében Istenhez fordult, és Istennel kezdett gondolkodni a helyzetről. És ez igazán a lecke, azt hiszem, az egyik nagy lecke, amit ebben a kis könyvben láthatunk. And I think this is one of the great lessons we can find in this book. Hogy hova fordulok, hogy mit csinálok a szívemmel, amikor baj van. Szörnyű próbák, szörnyű nehézségek megesnek minden nemzettel. Terrible trials and difficulties happen to every nation. Minden családdal, every family, minden egyénnel, every individual. Amikor az ember elveszíti a házát, amikor egy house, ország elveszít egy háborút, vagy egy földet, vagy egy piece of land, éhínség van, vagy egy betegség, famine or sickness, amikor egy családban family, valaki meghal, somebody dies, és az ember azt mondja, and man says, nem marad semmi, there's nothing nem marad left, semmi, there's mint itt a 12. vers végén. Here in the bizony, end of verse 12. Kiszáradott az öröm az emberek közül. Because joy is withered away from the sons of men. Nincs öröm, nincs semmi. There's no joy, mindannyian találkozunk ezzel. We all find de hogyan bánhatunk vele? But how can we deal hová with fordulunk it? Ezzel? Where do we turn to? Mit csinálunk vele? What do we do with amikor találkozunk when ezzel? We meet this. És sokszor vagy időnként beszélünk erről. And at times we speak about it. Hogy legyünk hívők. Hányan hallottátok már, believers. Hogy ezt mondtuk? Okay. How many of you have you páran already emlékeztek. Heard? Legyünk hívők. So let's be believing miről believers. Szól ez? What is it about? Arról, hogy merjünk hinni. Let's dare to believe. Merjünk Istenhez fordulni, let's dare to amikor turn ott van a nehézség, when difficulty amikor ott van a próba, when the trial a kicsi is there, vagy a nagy, the small or the big one. Amikor összezördülök a házastársammal, when I have a fight with my spouse, és a haragom ilyen nagy, and I'm just so angry, és ez egy kicsi dolog, and it's a small de thing. Istenhez fordulok. But I turn to God with it. Vagy a nagy dolog. Or the big thing. Nincs házastársam. I have no spouse. Vagy nem lehet beszélni a házastársammal, vagy nem is tudom. Vagy a házastársam el akar válni tőlem, vagy baj van, tudod. Valami nagy dolog, és azt mondom, ó, Uram, és sokszor hiszem, hogy hívők megakadunk. We get stuck. A kicsi dologgal oda megyek hozzá. With the small thing, de I go a nagy dolog azt. But with the big thing, hogy, no. Hogy az egyik helyen hívő vagyok. That on one place I am a believer. De a másik oldalon hitetlen. But on the other side I'm unbelieving. And Joel. Ez az egész könyv. This whole book, ez azért létezik. Exists. Mert Joel azt mondta a szívében. Because Joel Uram, said in his heart, Lord. Hogyan van ez? How is it? Ez rettenetes. It's terrible. Úgy értem, I mean, nagyon jól látta az egészet. He saw that. Whole thing very clearly. Joel nem tagadásban élt, Joel didn't ami az egyik live in negating, tipikus menekülésünk, denial, which is one of our typical amikor azt mondja, hogy nem is történt when meg, say, nem, no, ilyen no, nincs, no, és nem, didn't nem, even happen. És no Joel such a thing. No. Szembenéz a valósággal, he faced reality, de ugyanakkor látunk még valamit. At the same time we see something else. Mert ha csak a valósággal nézek szembe, because if I only face reality, a saját erőmből, with my own strength, a saját képtelenségemből, with vagy képességemből, inabilities or abilities, akkor előbb-utóbb a végére érek, then sooner or later és kétségben sem. End, and I despair. Ugyanúgy, mint mindenki más, just elvesztem as everybody a reményt, else, és feladom. I lose hope and I give up. Joel szembenézett a valósággal, but Joel faced reality, ez rettenetes. And he said, it's terrible. De but tudja, hogy hova vigye, he knows where hogy to Istenhez take fordul it. A szívében, he turns to God és his elmélkedik heart. Istennel, and he meditates és azt mondja, with God, and he says, Uram, Lord, veled akarok gondolkodni erről. I want to think with you about this. Ezrás 7:10-ben olvassuk ezt. Ezra 7:10 we read this. Azt látjuk, hogy Ezrás felkészítette a szívét, hogy keresse az Urat, az ő Isten, hogy az ő Urának, az ő Istenének törvénye szerint éljen. We see that Ezra prepared his heart that he would seek the Lord his God and he would live according to the law of the Lord his God. És ez valami gyönyörű. 2 Krónikák 19:3-ban is, amikor ugyanez, felkészíteni a szívünket, hogy keressük Istent. Amikor jó idők vannak az életünkben, tudjátok, az a két perc, you know those 2 minutes, akkor tudod, mire való az? Arra, hogy azt mondjam, oké, Uram, téged akarlak keresni. A rossz right, időkben Lord, is, a nehéz időkben, a megpróbáltatásban times, is. Trials, miért? Why? Mert Istennel egy másik értelmezést nyernek a dolgok. Because with God things are
seen in a different light. Az, hogy hívő vagyok. That I am a believing believer. Hogy hiszek. That I believe. Ne, és az sokszor nem azt jelenti, hogy mindent tudok. Many times it doesn't mean that I know everything. I know the answer. Hanem tudom, hogy. But I know. Tudom, hogy ő hozzá kell fordulnom. That I need to turn to him. És ő rá van szükségem. And I need him. És Joelnek az üzenete, and the message of ez innen származik, comes from this. Ebből következik, it comes from this. Hogy ő odafordult Istenhez, that he turned to God. És erre van szükségünk, and this is what we need. Újra meg újra, again and again. Hogy odaforduljak az Úrhoz, to turn to the Lord, ebben to a helyzetben, say, in this situation, kérlek, please, ha nem adod meg a magyarázatot, if you don't give me the explanation, legalább vigasztald meg a szívem, at least please just comfort my hogyha heart, nem látom a válaszokat, if I can't ha nem látom the answers, a végét, if I can't ha nem értem a végcélját, attól még kérlek, still, adj nekem egy bátorítást, és vigyél me, engem tovább, mert nem akarom feladni. Adni. Nem akarok megállni az én szintemen, az én erőmben. Nem akarok ott befutcsolni, ahol én befutcsolnék. És ahogy Joel hallgat Istenre, kap egy üzenetet. És az üzenet sokkal nagyobb, mint a sáskajárás. A sáskajárás az egy alkalom, az évben ott van, egy hónap, egy pár nap. Part of the year, maybe a month or a few days. De amiről Joel beszél, but Joel is speaking about, az egészen a világ végéig nyúlik. It reaches egészen until the end of the Joel world. Napjaitól, from the days of Joel, az Úr napjáig. To the day of the Lord. Az Úr napja az azt jelenti, and the day of the az Lord az idő, amikor Isten nagyon nyilvánvalóan beleavatkozik a világtörténelembe, a kor végén majd. When God will be very active in world history, very in a very obvious way. Nagyon nyilvánvalóan látja mindenki, hogy Isten belenyúlt a történelembe. És Joel odáig beszél igazából, és elmondja az egészet. De tudod, mi történik? Ha nem hasonlítom a szívemben, 1 Korintus 2:13, 1 Corinthians 2:13. A valóságot, amit ismerek az íráshoz, a kapcsolataimat az íráshoz, akkor ezt nem fogom látni. Akkor nem látom ezt az ívet. Akkor nem látom ezt az egész történetet. Akkor nem lesz meg ez a békességem. És tudod, mi történik? Soha nem fogom dicsérni az Urat, mert nem látom, hogy miért kéne. Soha nem lesz mondani valom, ahogy mi mondjuk, nem lesz üzenetem az Úrtól, nem lesz mondani valom Istentől, a kollégáimnak, a szomszédaimnak, a postásnak, a benzinkutasnak. Miért? Mert nem hasonlítom a szívem indulatát az írással. Értitek, hogy miről beszélek? Értitek, hogy mi történik? Bárki tudja, miről beszélek? Okay. Jó, nagyon csendesek vagytok ma reggel. So legközelebb ingyen kávét osztogatunk az ajtónál. Tudom, azt tetszene. Azt tetszene sokat. Igen, aztán nem bírnátok a végéig kivárni, hogy szaladhassatok. Azt hiszem, van egy képünk, ugye? Van egy képünk, Zsolti? Van egy képünk. Right? Az egyetlen pillanat, amikor Zsolti nem figyelt, azt elkaptam. The only moment when Zsolti wasn't paying attention. But we have a picture. Azt hiszem. I think. Azaz, igen. Egy keresés a Google-on. This is a search at Google. És beírod, hogy a keresztények miért annyira. And you write in, why are Christians so... És az automatikusan a következőket dobja ki. And this is what it gives you. Tehát automatikusan így, mielőtt még a keresés lenne. Miért van, hogy a keresztények annyira kemények, mondjuk? Why are Christians so mean? Miért van, hogy a keresztények olyan tudatlanok? Why are Christians so ignorant? Miért van, hogy a keresztények annyira idegesítőek? Why are Christians so annoying? És az utolsó. And the last one. Miért van, hogy a keresztények olyan boldogok? Why are Christians so happy? És tudod, miért olyan érdekes ez? Do you know why this is so interesting? Igazán csak erre gondoltam a szívemben. Because this is what I thought in my heart. Könnyen odavágjuk erre, hogy hát, tudod,
János 15-18, Jézus megmondta, a világ gyűlölni fog minket. John 15-18, Jesus said it, that the world will hate us. Ennyi, ez a válasz. That ezért írnak ilyeneket answer. Rólunk. That's why they write things about és egy us. Értelemben persze. And in a sense, yes. Persze, hogy idegesítjük őket. We úgy értem, valószínűleg még az is idegesíti őket, hogy boldogok vagyunk. But probably even our joy annoys them. De ugyanakkor... But at the same time, de ugyanakkor erre gondoltam, I thought, hogy beszélünk-e. Do we speak? Van-e mondani valónk? Do we have something to say? Van-e üzenetünk? Do we have a van-e message? Bátorításunk? Do we have encouragement? Van-e egy példabeszédünk a mai napra? Do we have a proverb for a the day? A példabeszédek könyvéből? From the book vagy az evangéliumokból? Van-e valami bátorításunk annak, aki elesett? Do we have any encouragement for someone who is just van egy figyelmeztetésünk annak, aki épp hülyeséget akar csinálni? Do we have a warning for the person who tudod, wants to do ezt? Something crazy? Mert az egyik ok, amiért lehet, do you know why I say hogy az emberek ilyen kereséseket csinálnak a Google-on többnyire? One of the reasons why people find searches like that on Google. Az az, hogy nem látnak igazi keresztényeket. Maybe that they don't see real Christians. Mert amikor kereszténységre gondolnak, because when they think about Christianity, akkor az inkvizíció jut eszükbe, then they remember mert az volt valami keresztény, izé, ha jól emlékszem, some Christian stuff, if I remember meg a keresztes háborúk, and then the Crusades, mert az volt valami keresztény, izé, that was also some Christian meg thing. A Hitler is azt mondta, hogy and Istennek tesz jó dolgokat, hogy kiírtja ezeket a népeket. Killing all those tudod, people. Tudod, mit mondok? Do you know what azt, I'm hogy saying? Lehet, that it might hogy hívők nagyon csendesek vagyunk. We are very quiet. Hogy túl csendesek we vagyunk. Are just too hogy nem quiet. Mondjuk azt, we don't say, hey, van egy üzenetem, hey, van egy mondandom. Hey, a kereszténység hey, nem az a hideg, üres, személytelen, it's undorító, not that cold, visszataszító, empty, bigott, fura, elvont, 2000 éves, unalmas, izé, boring stuff, aminek ti gondoljátok, that you think it is. Hanem egy élő dolog, egy but személyes it's something dolog, alive, it's something nagyszerű personal, dolog, it's something amazing, valami, ami fontos nekünk. Something that's important for us. Ebben a kis könyvben in this little book, kétszer látjuk ezt a kifejezést. Twice we see this expression. Fújjátok meg a kürtöt. Just blow the tudtam, trumpets. Hogy erre fölébrednek néhányan, azért csináltam. I was sure some will wake up for that, so that's why I did a második fejezet első verse. So the first verse in chapter 2. Ez a riadó. This is the blow the, ez a of the trumpet, the alarm. Ez a riadó, hogy baj van. És ez újra és újra megtörténik. And again and again it happens. A világ hozzánk vág dolgokat, az élet hozzánk vág dolgokat. Nem tudjuk megmagyarázni, nem értjük. We don't understand. De ugyanakkor but at the same time, van egy második fújd meg a kürtöt. There is a second blow the trumpet. A 15. verstől a második fejezetben. Chapter 2, verse 15. Azt mondja, fújjatok kürtöt a Sionon. Azt mondja, hirdessetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, hirdessetek gyülekezetet. Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly. Hogy hívjátok össze a közösséget, hogy legyünk egy, van egy másik oldala. Nem csak az, hogy baj van, there's trouble. Hanem van még valami, amit but mondunk. Say, hogy azt mondjuk, say, hogy keressük az Urat. Figyelj, keressük az Urat. Hey, listen, és igazán ezért vagyunk együtt. Ezért jövünk az Isten tiszteletekre. Mert Isten beszél nekünk a családunkról, about our family, az a magánéletünkről, about our private lives, a hitünkről és a munkánkról, a mindenről az életünkben. Isten tanít minket. De van itt valami gyönyörű. Azt mondja, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, says, szenteljétek meg a gyülekezetet. Sanctify a fast, call a solemn assembly, gather the people, sanctify the congregation. Miről szól ez? What is this about? Arról, hogy együtt keressük az Urat, is that we are és ebben for hatalom the Lord together, van. And there's power in it. Egy Krónikák 16-11-ben is együtt also, keresik az Urat, together they looked for the Lord. És aztán abban hatalom van. And there és was itt power in it. Joel 2-ben a 16-17. Vers, Joel 2, verses 16-17, hogy egységben keressük az Urat. In unity we look for the Lord. Ebben van valami gyönyörű, there's és valami fontos. In it and something important. Figyelj, ezért vannak azok az imaestjeink, this is why we have those prayer nights, hogy imádkozzunk együtt. So that we would pray together. És itt leírja. And here it describes, az, akinek valami tisztje van, és az, akinek nincs semmi tisztje. Those who had a férfi és a nő, a gazdag és a szegény, a fiatal és az idős. Young, mind azt mondja, keressük együtt az Urat.
És so mi let's is look for the Lord together. Gyülekezetként, and we also, as a church, keressük együtt az Urat. Let's just look for the amikor Lord imádkozunk, together, as we pray, amikor összejövünk, as we come akkor together, legyen figyelmünk, then let's akkor pay vegyük komolyan, let's have a focus, let's amikor take éneklünk, when akkor we sing, énekeljünk. Then let's sing. Isten, God, Isten gyönyörködik az egységünkben, God delights in our unity, mert tudja, because he knows, hogy ahhoz alázat kell. That it takes humility. Amikor itt énekeltek a fiúk az when előbb, the boys were singing arra gondoltam, milyen here, áldás, what a blessing, amikor ők együtt énekelnek, when they sing together, és aztán arra gondoltam, and then I thought, miért olyan áldás, why is it olyan so, gyönyörű, such a biztos blessing, vagyok benne, so hogy azért, and I'm sure it's because mert szükség van benne alázatra, it takes humility, hogy támogatniuk kell egymást, they have to support hogy együtt each kell other, tanulniuk, they have to learn together, és ez valami nagyszerű, and it's something amazing, és ez gyönyörű, és Isten and God gyönyörködik ebben, God delights és van in egy that, áldás emiatt az életünkön, hogy mi is ez? And what is this? Igazán ezt mondom, that's what I'm saying, hogy annyira kulcsfontosságú, and it's such a key, hogy keressük őt egy személyesen, that we would seek him persze, personally, of course, de ugyanakkor annál tovább, but at the same time even further than that, hogy együtt őhozzá fordítsuk a szívünket, that together we would turn hogy együtt our keressük him, őt, that we would hogy együtt imádkozzunk him, a hazánkért, that we would pray together for our country, hogy együtt imádkozzunk, that we would pray together, például az egyházügyi törvényen, remélem, hogy imádkoztok érte, law that is about to be passed by the churches, hogy amikor összejövünk, that when we come together, akkor 1 Péter 1.22, in 1 Peter 1.22, buzgón szeressük egymást, let's love each other zealously. Ami azt jelenti, which means, hogy nekem van egy bajom a Gyöngyivel. That I have a problem with Gyöngyi. És neki van egy baja velem. And she has a problem with me. Tulajdonképpen neki több baja van velem. Actually, she has more problems. Mert én többre adok okot. Reason for more. De úgy vagyunk vele. We are, hogy nem érdekel. No, hogy szeretem a testvéremet, matter, I love my hogy a brother, testvérem fontos nekem, és hajlandó vagyok túllépni ezen, és azt mondani, hogy igen, ez számít nekem, say, yes, és szükségem van erre. Me. És ez annyira nagyszerű, hogy közel húzódunk, hogy közel megyünk a Bibliánkhoz. Idáig, tudod. This close, közel a Bibliámhoz. Close to nem, nem csak Bible, ennyire, not only this much, hanem bele a szívembe, but also into igazából, our hearts, és actually, aztán ezen túl and then beyond a közösségünk. Our fellowship. Ezért tartom olyan fontosnak azt, hogy so legyenek házanként that we would have this house to house a Biblia tanulmányaink. Ezért imádkozom érte. Ezért that, hiszem, hogy a vezetőinknek szükséges csinálni ezt. That's why mert I believe ez, that our leaders need to do that because rá, we need it. Hogy közösségben együtt legyünk, hogy egységben legyünk. We would be together, we would be in unity. Okay, lépjünk tovább, mert lassan so a végére érünk az időnknek. Because it's almost the end of our time. De igazából but actually, itt ebben a részben here van itt még chapter, néhány gondolat. Or in this portion, we az find egyik, some other thought. Az itt a 2:12-ben van. Is in chapter 2, verse 12. Csak olvassuk el együtt. Let's just read it. De még most is, így szól az Úr, térjetek meg hozzám, teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Therefore also now says the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. And rend your hearts, and not your garments, and turn unto the Lord your God. Mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. For he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repents him of the evil. Okay, miről beszél ez? What is this talking about? Igazából az egyik az ez. Actually, one thing is this. De még most is. Even now. De még most is. Even now. Hallod, amit mond? De még most is. Can you hear de it? Még most is. Also now. De már annyira rossz a helyzet. But the situation is so terrible de now. Még most but is. Even de eltelt két év, és but ezt már nem lehet helyrehozni. És az Úr azt mondja, de még most together is. But the Lord says, therefore és azt mondom, túl now mélyen vagyunk. És Isten azt mondja, de még most is. És azt mondom, de annyira el vagyok keseredve. És Isten azt mondja, de még most is. De még most is forduljatok hozzám. De még most is.
De annyi éven át vártam az ő ígéretére, és nem lett meg. But so many years I was waiting for his promise and it never happened. Akkor a csalódás a szívemben. There is such a great disappointment in my heart. És Isten azt mondja, de még most is. And God says, but therefore also now. It's not too late. Nincs túl késő. It's not too late. Nem kell megállnod. You don't have mert to stop. Just there, go on. És aztán itt azt mondja. And then here it says. Térjetek meg hozzám szívetek szerint. Just turn to me according to your heart. És volt egy szokásuk. And they had amikor keseregtek, custom, tradition that amikor gyászoltak, they were mourning, akkor azt csinálták, then they did, hogy megrepesztették a ruhájukat, that they rented their clothes, hogy megtépték a ruhájukat, they tore their clothes, és ez volt a jele a gyászoknak, így mászkáltak, this was the sign of their grief, and hogy this is gyászolnak, how they were walking around. És Isten azt mondta, and God said, ez rendben van, that's all right, de menj tovább, but go further, menj tovább a könnyeknél, go further, menj tovább, than tears, figyelj a felindult érzelmeknél, go further than your upset emotions, mert vannak emberek, because there are people, akik keresik Isten nagy érzelmekkel, who are looking for de aztán God két with perc emotions, múlva, but in 2 minutes, már nem keresik egyáltalán, they are not looking for him anymore at all, tudod, de az két perc múlva semmi. In 2 minutes, there's és nothing Isten else. Azt mondja, and God says, ez menjen mélyebbre. It should go deeper. A ruhátokat szaggassátok meg. Rend not your clothes, hanem a szíveteket, but your heart, a motivációitok, a kommunikációtok, a működésetek, az egész working, változzon meg, all these things should hogy keressetek change, engem igazán. Really nem csak a szavak, me, not only nem csak words, a látvány, not only what you can see, hanem valóban. But truly. 2 Korintus 7:10-ben, ahogy Pál beszél erről, hogy azt mondja, hogy igazi megbánás, Isten szerinti, olyan, amely fordulást hoz az életembe. As Paul speaks about this, like real repentance, real turning, the one that brings real change in my life. És nem tudom, gondoltál-e már erre? And I don't know if you've de ever ha úgy thought érzed, about this, but if you feel, hogy a szíved nincs kész arra, hogy teljes szívvel kövesd az Urat, that your heart is not ready to fully, with your whole heart, follow the Lord. Akkor van egy nagyszerű versünk. Then we have a great verse. 10. Zsoltárban. Psalm 10, 17. vers. Verse 17. Azt mondja, hogy az Úr készíti elő a szíveket. It says it's the Lord who prepares the heart. Hogy lehet kérnem, azt mondanom, Uram, teremts bennem egy tiszta szívet. Teremts bennem egy szívet. Kérlek téged. Mint a megtérésünkkor, amikor mondtuk, hogy Uram, adj nekem egy új kezdetet. Belülről kifelé. Ugyanígy mondhatjuk újra meg újra. De még most is mondhatjuk. De még most is mondhatjuk. Uram, kérlek, szeretnélek teljes szívemmel követni téged. Szeretnék nem megalkudni. Kérlek, készíts fel a szívemet. Szeretném veled látni az egész képet. Nem csak ezt a problémát közöttünk, hanem szeretném látni az egész képet. Mindent, ami ebben benne van. És ezzel szeretném befejezni, hogy van egy reménytelenség a szívünkben. Sokszor. Az első fejezet 16-ban nagyon sokan ezt válaszolják. Many answer this. Mi azt mondjuk, we say, Jézus Krisztus Jesus Christ azért jött el, came, hogy életünk legyen és bővölködjünk, that we would have life and have it more abundantly. Átfogalmazva, just magunkra alkalmazva. Apply it for us. De sokan azt mondják, but many say, miről beszélsz? What are you talking about? Ez már egy vesztett helyzet. This is ez a situation that's lost. Helyzet. It's impossible. Ezzel már nem lehet mit csinálni. You can't ezt really do anything with it. Hozni. You can't really repair it. Az első fejezet 16. verse. But verse 16 in chapter 1. Hát nem szemünk láttára írtatotté ki az élelem, az öröm és a vígasság Istenünk házából. Is not the meat cut off before our eyes? Yeah, joy and gladness from the house of our God. Ez a kétségbeesésnek az üzenete. This is the message of this. De hát nézd meg. But just look. Nézd meg, hogy mi van. Look nézd meg, hogy milyen reménytelen. Going on. Look, nézd meg, hogy milyen how lehetetlen. Hopeless the situation. De hát nézd meg, nincs semmi. But just see, it's nothing. Nincs semmi, nincs there's remény. Nothing, az egészet, no hope. Itt láttuk az egészet végig tönkre menni. Láttunk mindent. Láttuk az egészet szétesni. Nincs semmi, nem maradt semmi. There's nothing else left. És ez egy olyan üzenet, a reménytelenség,
this hopelessness, amelyik mindig beszél hozzánk, that always speaks to us, mindig kopogtat a szívünkön, mindig azt mondja, itt says, az ideje, hey, itt az ideje, hogy feladd, itt az ideje, hogy azt mondd, hogy nem, nincs tovább. It's time for you to give up, to say that there's no more. De Isten azt mondja, but God says, de még most is. Therefore de also még now, most is. Hogy nincs túl késő. Now. Hogy nem lehet túl késő. Late. Hogy it nem számít, hogy hol vagy. It doesn't matter where you are at. Tudod, csak így belegondolni ebbe. Just to think about this. Vajon hányan vannak? How many people there are? Végélik az életüket. Who live their life? És aztán azt mondják, oh, minek nekem Isten, minek nekem Isten? And then they say, what do I need God for? És aztán jön a rák. And then cancer knocks. És aztán azt mondja, hogy itt and vagyok, és say, itt a vége. Here I am, and that's the end. És akkor azt mondja, oh, and te jó ég, most már nincs remény. Oh my God, there's no more hope. Mert végigélte az életét because kemény szívvel, és most már nem is kíváncsi. Heart, and they are not even de Isten interested azt mondja neki, figyelj, but God says, listen, de még most is. Therefore also now. De még most is. Therefore also nincs now. Túl késő. It's not fordulj too late. Hozzám. Just turn to fordulj me. Hozzám a szívedben. Mondd with azt your neki, heart erre van szükségem. And tell me, this is what I need. És aztán itt az üzenet. And then this is the message. És nem fogjuk végigolvasni, de a második fejezetben, 22-től 27-ig, verses 22 to 27, hogy az áldás, that the blessing az túlmegy az átkon, goes beyond hogy, the curse, hogy az öröm túlmegy a csapáson, that the joy goes beyond hogy, the hogy ami történik, az nagyobb, mint ami tönkrement. És ez elképesztő. Ez lenyűgöző. Tudod, amikor azt mondjuk, ó, oh, nem lehet. Ó, oh, it's not possible. Ó, oh, vége van. Ó, oh, it's over. Ó, oh, tudod, nem lehet tovább. You cannot go on. Tudjátok, miről beszélek? Bárki? Do you know what I'm talking about? Értetlenül anybody? Néztek rám, félek, hogy csak én vagyok így ezzel. Kind of seem that you don't de understand. Tudod mit? Maybe it's only a me. Mi Istenünk. But you know, azt my mondja, God, our God, nem. Says no. Nem. No. Csak egy példa. Just one example. Csak egy példa, amire sokszor gondolok. That I think hogy Istennek of many a kegyelmére és az áldásaira és a kedvességére gondolok. I think of the grace and the blessings and the kindness of God. Ézsaiás 54:1. Isaiah 54:1. Amikor azt mondja, when he says, hogy újjong te meddő, that rejoice ye barren, aki nem szültél, who didn't bear, újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajuttál. Break forth with singing and cry aloud thou that did not travail. Mert többek az elhagyottnak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. For more are the children of the desolate than the children of the married wife, says Isten the Lord. Azt mondja, adok neked egy áldást, egy másik God áldást. God says, I give you a blessing, another és valaki blessing. Azt mondja, de nem én azt akarom. Then somebody says, no, but I want this. De az is megtörténik. But this is Isten adja azt is nekünk. Happen, and God gives it to us és also. Ez csodálatos. And it's amazing. És láttuk ezt. And we saw it. 113. Zsoltár 9-ben. Psalm 13, verse 9. Amikor azt mondja Isten, hogy én beültetem a meddőt, és családot adok neki. When God says that I will have the barren sit into a family, have, és, and I és give anya her a family, lesz. And she is going ezt. To be a mother, and we've seen that. Érte. We prayed for és that, erre, and I remember this. És aztán ott volt ez a házas and then pár, there was this couple, és aztán imádkoztunk, and we prayed, és lehetetlen volt. And it was impossible. És aztán született két gyerekük. And then de aztán volt ez a másik pár, and then this other couple, és amikor az asszony megkérdezte, mert volt egy betegsége, és lehetetlen volt. And the wife had a sickness, and because of that it was impossible. És aztán terhes lett. But then she became pregnant. És aztán elment az orvos, and és azt mondta, she went to the doctor and hogy ez a betegség, ez károsíthatja a magzatot? Can this sickness make the child sick? És akkor azt mondta az orvos, and the doctor said, nem károsíthatja, no, mert nem no. Lehet. Because you just cannot nem, nem have károsítja, a child. Mert nem lehet magzat. It's impossible for nincs you to példa have a child. Rá, hogy lenne. No de azért már terhes volt, that. De az orvos azt mondta, but, hogy hát I mean, ilyen még nem volt. She was already pregnant, but the doctor said that this has never happened before. És aztán született három gyerek. And then they have three children now. És tudod, és ez valami, és ez, tudod, miért mondom ezt? Mert ez egy példa. Why am I saying it? Because it's nem an ez a fő üzenetünk. This is not our main message. De ez egy példa. But this is an example. Hogy Isten ad nekünk egy nagyobb áldást. Gives us a greater blessing. Túl a csapáson. Túl a kihíváson, ad egy gondoskodást, amelyik nagyobb, mint ami azelőtt megvolt, mielőtt a csapás jött. De ehhez kell, hogy keressem az Urat személyesen, együtt, és aztán látom,
I see és aztán megízlelem, and I és taste, azt mondom, hogy köszönöm, and I say, thank you, Lord, this is what I need. Joel könyve, the book of Joel, egy érdekes könyv, is an interesting book, mert öröm van benne, because there is joy in it. Egy rettenetes helyzetben. In a terrible situation. És azt mondanám, and I would say, biztos mondták is neki, and I'm sure people told him, Joel, te nem vagy eszednél. Job, you're out of your mind. Hogy beszélhetsz örömmel, meg how reményről? Can you speak hát with nem joy látod? And about hope? Vak can't vagy? You see? Are you blind? És Joel azt mondja, nem, én and nagyon Joel jól látom. Says, no, I can see it very well. És nem arról szól, hogy letagadom. And it's not about me trying to deny it. Hanem arról szól, hogy megtaláltam but Isten that I ebben found a helyzetben, God in this situation, és erre van szükségem. And this is what I need. Amen. 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 Köszönjük, Urunk, thank you, Lord, hogy van üzenetünk, that we have a message, hogy van mondandónk, that we have something to say, azért, because mert te adtad nekünk, you gave azért, it to mert us, te because you beszélsz hozzánk speak to a helyzeteinkben. In our situations. Köszönjük, Istenünk. Thank you, God. Hálásak vagyunk neked. We are thankful Úr Jézus, to you, Lord Jesus, hogy eljöttél értünk, that you came for us, hogy mi tudjuk, that we know, hogy a kereszténység that Christianity az személyes, is personal, az valós, it's real, az mély, it's deep, az közeli, it's close, az örömteli, it's joyful, te jelenlétedben. In your presence. Ó Istenünk, oh God, kérünk téged, we ask you, hogy mindig add nekünk ezt az őszinte hitet, please always give us this honest faith, amivel szembenézünk a valósággal, with which we can face reality, de nem egyedül, but not alone, hanem te veled, but with you. Igen, Urunk, erre van szükségünk. Yes, Lord, this is what we need. És ha van itt valaki ma, aki if, még nem hívta Jézust a szívébe, and if you are here today and you've never invited Jesus into your heart, nézed az interneten, or you're watching és nem on the hoztad internet, meg ezt a döntést még, and you've never made this decision, akkor ez before, a következő rész neked szól. Then this next part is for you. Jézus érted halt meg a kereszten. Jesus died for you on the cross. A te bűneidért fizetett meg. He paid for your sins. Ugyanúgy, mint az enyémért. The same way as he did for mine. És az egyetlen dolog, amit tenned kell, and the only thing you need to do, hogy elfogadod őt, is to receive him, és vele együtt ezt a fizetséget, and this payment with him. Mondd azt a szívedben, just say in your egyszerű heart, szavakkal, with simple Isten words, előtt, before God, hozd meg ezt a döntést, make this decision. Jézus, Jesus, szükségem van rád, I need you. Kérlek, gyere az életembe, please come into my life, ments meg engem, and save me. Jézus, hiszek benned, Jesus, I believe in you. Hiszem, hogy te általad, I believe that by you, megismerhetem Istent. I can know Jézus, God, Jesus. Gyere az életembe. Please come into my life. Ments meg engem. And save me. Adj nekem új kezdetet. Give me a new beginning. Új szívet. New heart. Új életet. New life. Jézus. Jesus. Hozzád jövök. I come to you. Ha most először imádkoztál így, and if you prayed this way for the first time, ha most döntöttél így, if you made this decision now, akkor amint a gyülekezet imádkozik, then as the church is praying, kérlek, tedd fel egy pillanatra a kezed, hadd örüljek veled, please raise your hand for aztán a moment, tedd le újra, and then you can put it back down again. Van-e bárki, aki meghozta ezt a döntést? Is there anyone tedd who made a kezed, this decision? Aztán tedd le újra. Just raise your hand and you can put it back down. Köszönöm, again. Isten áldjon meg. Thank you, God bless you. Döntés. Van-e it's még an valaki? Amazing decision. Tedd is there anyone kezed, else? Aztán tedd le újra. Just raise your hand and you can put it back down again. You only have to make this decision egyszer once. Meg kell hoznod. But once you have to make it. Van-e bárki? Is there anyone? Rendben, mennyei atyánk, all right, köszönjük Father, neked, hálát adunk you. Neked, Jézus Krisztus nevében. Jesus Christ name. Amen. Amen. Kérlek, álljatok fel, so please stand és énekeljünk el egy dalt együtt. Sing a song together. Nem volt reményem, és nem volt barátom, egyedül voltam, itt a világ. Nem ismertem őt, de közel jött hozzám. Új reményt adott, és átformált engem, ami volt elmúlt, új ember lettem, drága szellemét küldte el hozzám.
buli, megtaláltsz úr, és elmúlt minden félelmem. Jézus él a szívem, megtaláltsz úr, és elhívott engem, mindenem ő én, a gyermeke lettem. Megtaláltsz úr, és elmúlt minden félelmem. Amen. Hallelujah. Oké. Okay. Nézzük csak. So let's see. Oké, okay, igen, az ajtónál. Yeah, at the door. Vannak ilyen 1%-os nyomtatványok, úgyhogy felmarkolhattok egyet. So ma este lesz egy nagyszerű istentiszteletünk. Tonight we are going Isten to have an amazing service by the grace hallani of God. Fogunk egy kicsit Pastor Zolitól. We are going to hear a little from Pastor Zoli. Ma este lesz egy különleges vendégünk. Tonight we are going to have a special guest. Egyenesen Sepsi Szentgyőrről. Right from Sepsi Szentgyőr. Cornél szolgálni fog felénk. Cornél is going to minister. Lord willing, and if we are going to be és, alive. Nagyszerű estünk lesz. And we are going to have an amazing night. And hét áll előttünk. This is the last week of classes in Bible kezdődött. School. It just started. Aztán utána kezdődnek Then a nyári dolgok. Summer things are starting out. Hamarosan kimegyünk a Vörös Soon Martira, we are going to go to Vörös Marti vegyetek Square. Vegyetek, nézzük, mit azt mondja, vegyetek esernyőt, so gumicsizmát, esőkabátot, raincoats and rubber boots and umbrellas. Jó, csak viccelek, remélem, de. I hope I'm just joking. De egy nagyszerű nyár elé nézünk Isten kegyelméből. Looking ahead of a great summer by the grace Amen. Of God. Kérlek, Amen. So please, valakit ölelgess meg melletted, bátoríts egy kicsit. Hug somebody next to you, encourage them a little bit. Valakivel az Úrról. Isten áldjon benneteket. Say a couple of words to them.